is van a világon. Hogy mondjam, a román média például a reformátusokról szinte semmit sem szokott elmondani. A húsvét is csak katolikus húsvét van például a számukra, hogyha megemlítik a másik húsvétot. Tehát arról van szó egyszerűen, hogy nincs újságíró, aki erre a kérdésre reagálna, érteni, átértékelni. A két háború között volt néhány olyan román görög katolikus, aki mindent elkövetett azért, ezt is hozzá kell tenni, hogy a római katolikus státust a vagyonától megfosszák. És a két világháború között ebből egy hosszú harc is keletkezett, amit aztán gyakorlatilag 1948 oldott meg úgy, hogy mindent az égvilágon besöpört az államosított szocialista állami tanügy. Azért azt szeretném hangsúlyozni, hogy a magyar oktatási hagyományokban valóban nagyon fontos szerepük van a felekezeti iskoláknak, de a románság számára a magyar felekezeti iskola az igazából az önálló magyar iskola fennmaradásának a lehetőségét jelenti. Mert a két világháború közötti romániai oktatásban az állami iskolákban ugyan lehetett magyarul tanulni a tiszta magyar községek egy részében, de ott az oktatás minősége nem volt megfelelő. És a középiskolák működése ugye nyilvánossági joghoz volt kötve, és ezt az egyházi háttérrel, megfelelő vagyoni és társadalmi szervezeti háttérrel jelentkező iskola valahogy könnyebben tudta megoldani. Állami fenntartású magyar középiskola, magyar tannyelvű középiskola Romániában a két világháború között mi volt? Egy volt, Nagyváradon. És több nem. És több nem. Még egy kérdés erejéig maradjunk a marosvásárhelyi iskola ügynél. Ugye itt szó volt a különböző nemzetközi fellépésekről, szó volt arról, hogy az iskola mellett szülők, pedagógusok, egyszerű állampolgárok tiltakoztak, nem csak Marosvásárhelyen, hanem kisebb számban ugyan, de Székelyföldön, Párciumban, Kolozsváron is. Azt látjuk, hogy az egyház és a politikum között egyre szorosabb a kapcsolat, nyilván emiatt az ügy miatt. Azt látjuk, hogy a székelyföldi polgármesterek közös fellépésben gondolkodnak. Ugye Antal Árpád azt mondta, hogy ezentúl mondjon le az a polgármester, amelyiknek a településén ilyen jellegű problémák történnek. Most az a kérdés, hogy lehet-e egy új kezdet, vagy tekinthetjük-e ezt az érdekvédelmi politizálás újragondolásának azt, ami most itt történik, vagy a kampány számlájára kell írni, és december 11-e után nem fog semmi sem érdemben változni? Nyilván mind a két jelenség létezik, tehát a kampány felerősíti. De nem most a kampánykor, vagy a kampány előtti néhány hétben jelentkeztek először ezek az epizódok, vagy jelenségek, vagy ötletek. Hát a Székely Nemzeti Tanács már nagyon régóta meghirdetett ilyen egységes fellépés szükségletet. De ezen kívül is többször már az önkormányzati tanács, az RMDSZ-en belül is vannak olyan belső testületek, amelyek a különböző területek összefogását szorgalmazzák. Vannak a kistérségi társulások. Olyan is van, hogy Kovászna megye és Szebben megye társulása. Tehát vannak ilyen jelenségek, amelyek azt mutatják, hogy a romániai magyarság egységesen, közösségként és nem csak politikai pártként. Tehát az RMDSZ mellett azon kívül is egységesen, közösségként igyekszik fellépni, és ez erősödik. Ez a magatartás erősödik. Úgy, ahogy növekszik a közigazgatási tapasztalat, ahogy növekszik az a tudás, amit felhalmozunk a jelenlegi társadalom körülményei között, és ahogy mind több és több ember ismeri meg ennek az államnak a belső mozgató rugóit is, tehát jobban látják, hogy mi az, amit gyakorlatilag tényleg lehet kezdeményezni, ami a legitim keretek között benne van, és mégis a siker felé vezethet, legalább egy bizonyos pontig. Térjünk át a műsorunk másik témájára, ami a december 11-i választások előszele a kampány. Nézzünk meg erről egy rövid összefoglalót, majd folytatjuk. Fél időben a választási kampány.
A felmérések továbbra is a szociáldemokrata párt 38-40%-os fölényes győzelmét vetítik előre. Őt követi a Nemzeti Liberális Párt 26-30 közötti támogatottsággal. Az adatok szerint az USZERE, az ALDE, a PMP és az RMDS juthat még be a parlamentbe. A szigorú kampányszabályok miatt a pártoknak le kellett mondaniuk a látványos kampányrendezvényekről, az óriás plakátokról és a szavazás ösztönző figyelmességekről, emiatt a közösségi oldalakon és a baráti országos televíziókban kampányolnak. A december 11-i parlamenti választásokon 6506 jelölt száll ringbe a 466 képviselői és szenátori mandátumért. Lassan két hete tart hivatalosan a választási kampány, viszont az állampolgárok élete megy a megszokott kerékvágásban, nincsenek látványos politikai viták, nem is látjuk igazából azt, hogy választásokra készülődne az ország, honatyákat kellene választani. Ennek a látszólagos érdektelenségnek mi lehet az oka? A választási törvény számlájára kell írni, és ennyi? Egész biztosan sok oka van. Sok oka van. A jelölések során napvilágra került viták és észrevételek, azok már sok mindent jeleznek. A más országokban a különböző közvéleménykutatásokkal szembeni végleges eredmény is jelzi, hogy nagyon sok ember megtartja magának a véleményét, és a szavazatával majd dönt, de ezt a döntését nem igazán hozza nyilvánosságra. Spillmann úr, hogy látja ezt a... Biztos, hogy baj az, hogy nem lehet kampányolni, hogy nem lehet, hogy mondjam, szabadjára engedni az indulatokat. Ugyanis az figyelemfelhívó. Így viszont az emberek abból indulnak ki, hogy hát lesz majd egy választás, lesz néhány hülye, aki el fog menni, azok majd szavazni fognak. Én is elmegyek, ha jó idő lesz, ha rossz idő lesz, akkor nem. Inkább kimegyek a telekre. Itt volt ez a polgármester választás. Hát ezt is elvesztettük, már pont ezt fogjuk. Szóval valamiféle nagy-nagy érdektelenség van. 26 év után nem lehet az embereket, 27 év után nem lehet az embereket felrázni. Ehhez valami egészen más kellene. Az, hogy nyilvános vita, nincsenek jelvek, ami mentén lennének, vitázhatnának az emberek. Itt személyi ellentétek vannak, és személyi ambíciók vannak, és ezek a személyi ambíciók, ezek mozgatják a pártok embereit. Amikor arról beszélünk itt, hogy kis új pártok vajon bejutnak, vagy nem jutnak be a parlamentbe, hát azoknak a kis új pártoknak a képviselői, vagy képviselő jelöltjei, azok ilyen klasszikus pártvándorok, akik egyik pártból a másikba mentek, hát ezek sem ismeretlenek teljesen. Úgyhogy én azt hiszem, hogy ez a választás, ez a december 11-i választás, ez nem fog szerepelni az 5. tankönyvben majd, 20 vagy 30 év múlva, amikor a romániai választásokról lesz. Ez majd az érdektelenség számlájára írandó. De ez az én magánvéleményem, én azt már most biztosítok mindenkit, hogy december 11-én föl fogok kelni, fel fogok öltözni, szétnézek, kinézek az ablakon, látni fogom, mennek-e az emberek szavazni, és ha mennek, megyek, és ha nem, akkor is. Sokak szerint egy lefutott meccsről van már szó december 11-ét illetően. A PSD az minden bizonnyal meg fogja nyerni a választásokat. Itt az a kérdés, hogy egyedül tud kormányt alakítani, vagy szüksége lesz a hozzá közel álló Călin Popescu-Tăriceanu féle ALDE-ra. Alina Gorgiu, PNL elnök hétvégén kijelentette azt, hogy igazából az a nagy kérdés a PNL számára, hogy tehát a PNL számára a PSD az igazi ellenfél, mással ők egyáltalán nem számolnak, és szerinte az ALDE az a szociáldemokraták malmára hajtja a vizet, és azt teszik, amit a szociáldemokraták kérnek tőlük. Igen, itt több mindent felvezettél. Először is induljunk ki abból, hogy egyetlen egy párt se tud önmagában kormányalakító
szerepet vállalni, a jelenlegi felmérések szerint, és az eddig évek tapasztalata is ezt mutatja. Trump óta hihetünk a felméréseknek? Nem ebből nagyon feltételezhet, ott két jelöltről volt szó, itt pedig több pártról van szó, nagyon megoszlanak majd valószínűleg a szavazatok, tehát itt arányokban én sem merném kijelenteni, hogy pontosan hogy lesz ma a visszaosztások, meg egyéb játékok, azt nem lehet most kiszámítani. Ugyanakkor, hogyha a becslések szerint, ha maximumot vesszük a liberálisoknak adott értékelésből, és a minimumot a szociáldemokratáknak, az alig 8%. Tehát ez nem tűnik olyan megfordíthatatlannak, pont Trump példájából kiindulva is. Ugyanakkor pont az, amiről többé-kevésbé Spielmann is beszélt az előbb, az emberek nincsenek választási hangulatban. Tehát két hét múlva lesz a választás, inkább ezt tartanám aggályosnak, és valószínűleg nagyon sokan fel fogják használni, és itt változhatnak ezek a számok a december 1-i román nemzet ünnepét arra, hogy akkor a nyilvános rendezvények leple alatt toborozzanak híveket. Tehát ennek van egy nagy esélye, és azok a televíziós hírműsorok, amelyek erről szólnak, felpörgethetik bizonyos pártoknak a szerepét. Tehát ezért nem nagyon szerencsés, hogy pont a kampány véghajrájában egy ilyen ünnep nyomja rá a bélyegét, és nem... De még így is szerencsés, mert az eredeti terv szerint harmadikán kellett volna szavazni. Igen, tehát visszatérve, és ez számunkra nem biztos, hogy előnyös már, mint a magyarság számára. Mert valóban hiányoznak azok a televíziós viták akár, vagy média más területén, a viták, nem pedig az önfényezések. De visszatérve, valóban a szociáldemokratáknak lehet esélyük régi hagyományos, régi, mit tudom, egy mandátumon keresztül hagyományos partnerük volt Tarricianu, bár még valamikor voltak közös kormányzásban. A liberálisokkal valószínűleg, hogy a Tarricianu féle liberálisok nem egyezhetnek ki, hisz olyan személyi ellentétek vannak, hogy nehéz őket egy kabinetbe összeterelni. Nagyon érdekes, hogy hogyan fognak szerepelni a többi pártok, és azokkal hogyan mit lehet majd kezdeni. Ne felejtsük el, hogy ott van a Băsescu államelnök fémjelezte csapat, illetve ott van egy önmagukat újaknak beállító, civilek felől jövő hangulat, amely nem pörgött annyira fel egy év alatt, egy évvel ezelőtt volt igaz a kollektív féle tragédia, és azután úgy tűnt, hogy a civil mozgalom annyira felpörög majd, hogy meghatározó eleme lehet ennek a választásnak. Nem, legtöbb párt élt azzal a lehetőségével, hogy kicserélte az arcokat, fiatalabbakat indít, kevésbé megkopottakat politikai szempontból. Itt a liberálisokra céloznak, akik első vonalbeli embereiket rögtön lecserélték, de ugyanaz a mentalitás maradt. Tehát egy szó mint száz, én azt mondom, hogy majd december 11-én este, akik itt ülnek ebben a stúdióban, nagyon nehéz helyzetben lesznek, hogy kitalálják, hogy ki lesz majd a következő kormányzó erő. Alina Gorgiu egyébként azt nyilatkozta hétvégén, hogy meglátása szerint a Traian Băsescu nevével fémjelzett népi mozgalompárt nem fog bejutni a parlamentbe, hisz a Traian Băsescu, tehát éppen amiatt nem, mert a volt államfő rátelepedett a pártra, és ő csak visszahúzza, és semmiféle mozgósító ereje ez az nem ő véleménye, minden előfordulhat. Tehát volt, akiknek tetszett a Băsescu féle politizálás, tehát azért ne felejtsük el, és ez a választás, ez mint minden választás, ez érzelmekről szól, hogy tetszik vagy nem tetszik nekem az a jelölt. Itt legkevésbé arról szól, hogy programok és ki mit tud elvégezni. Nem, itt nem zárnám ki azt, hogy bejut a Băsescu féle párt, előfordulhat az is, hogy a Tarricianu csapata nem jut be. Tehát én még azt se zárom ki, itt egyesek nagyon határozottak, hogy nem vagyok benne biztos, hogy a Tarricianu féle eléggé népszerű ahhoz, hogy mozgósítsa. Tehát az ALDE-nak
Maros megyei tapasztalataim vannak, itt látom, hogy hogyan esett szét itt ez a politikai alakulat, olyan nevek vannak a listán, én most kapásból nem sorolnám fel, hogy vajon kiket tettek oda bejutó helyre, tehát, és a románok se ismerik őket. Tehát azért mondom, hogy nem olyan egyszerű. Egy Spielmann úr beszélt egy nagyon fontos, meglátásom szerint nagyon fontos dologról, és pedig arról, hogy hiányzik a politikai doktrinák mentén zajló vita, és igazából csak személyeskedés, vádaskodás zajlik. Most kifulladtak a politikai pártok, vagy egyszerűen nincs senki részéről igény már erre? Hát nem csak erről van szó. Arról van szó, hogy amikor ezek a politikai pártok a rendszerváltás után létrejöttek, akkor csak nevükben voltak a régi pártok nevei. Tehát nevükben, nevüket választottak, de mögötte ideológia nem volt. Tehát nincs, én nem ismerem a román liberális ideológiát, mert olyan nincs, az csak a két háború között volt. Nem ismer a román szociáldemokrata ideológiát, mert az tulajdonképpen nincs. Tehát azért nincsen ideológiai vita, mert ideológia nincsen ezek mögött a pártok mögött. Ezek között a pártok mögött a pillanati, a napi politizálás, a fél évre, az évre elterjedő, eszmei konglomerátum az, ami őket mozgatja, de ennél tovább nem néznek. Tehát itt nem látok semmiféle klasszikus ideológiát, nem látok ideológusokat. Tehát olyan ideológusokat, akik felépítik azt a liberalizmust, vagy azt a szociáldemokrata gondolkozást, amely doktrinaszerű lehet, vagy amelynek érdemes odafigyelni. Ez a fajta művészet eltűnt, vagy ez a fajta intellektuális foglalkozás eltűnt a pártokból, nincs benne a pártokban, indulásból sem. A másik dolog, amit el akarnék mondani, és ami nagyon fontos, az, hogy a szociáldemokrata párt az nagyon leszerepelt, és nem a ezelőtt 20 évvel, hanem néhány évvel ezelőtt szerepelt le, és az embereknek azért van némi kis tapasztalatuk arról, hogy milyen volt a pontaféle szociáldemokrata kormányzat. Tehát nem biztos, hogy Erdélyben a szociáldemokraták olyan fölényesen fognak győzni, mint ahogy ez mondjuk a klasszikus óromániai megyékben szokott lenni. Tehát itt valószínűleg, hogy nem a szociáldemokraták fognak, képviselőket küldeni. Valószínűleg a kis pártokból is bejutnak néhányan, de az egészen biztos, hogy Erdélyben nem a szociáldemokraták lesznek azok, akik győzni fognak, hanem itt van egy klasszikus liberális, vagy a liberalizmussal rokon szenvező a románok részről természetesen, hiszen a magyar szavazók nagy része, ha elmegy, akkor az RMDS-re, illetve a magyar jelöltekre adja le a szavazatát. Itt még mindig az etnikai szavazás dönt. De az etnikai szavazás azért érdekes, mert senki más nem képviseli a magyar érdekeket, csak is a magyarok képviselik azt. Én nem ismerem, és ezt mindig el szoktam mondani, olyan román pártot, amely felvállalná a kisebbségek ügyét, vagy a kisebbségi dolgokat. Ez mindaddig etnikai lesz a szavazás, ameddig nem lesz egy olyan párt, vagy nem lesznek olyan pártok, amelyek tekintettel vannak a magyar választóra is. A választási kampány tele van aggodalomba, Gáspár Sándor úr. Itt most arra célzok, hogy Liviu Dragnea szociáldemokrata pártelnök amiatt aggódik, hogy a PNL és az USZERJ el fogja csalni a választásokat. Ugye ő azt mondta, hogy a csolos kabinetbe beépült néhány olyan fiatal, akik önkéntesként kerültek oda, most pedig ilyen megmondó emberekké váltak. Viktor Pontá amiatt aggódik, hogy Hargita és Kovászna megyében a képviselet nélkül fognak maradni a románok. Most ezek... Már kampányban ugye bár mindig írni kell, aggódni. És kampányban aggódni kell, különösen annak, akit csalás miatt ugye jogerősen elítélt egy bíróság. A másik pedig, hát kik a Hargita és Kovászna megyei románok, ugye jelentős részük néhány éve, esetleg néhány tíz éve költözött be az illető két megye területére. Nagyon kevés az őshonos, valóban románokat tartalmazó falu. És érdekképviseletüknek ott van az érsekség, és ott vannak azok a román egyházak, amelyek mindent meg fognak tenni az érdekükben. Na, úgyhogy ezek az aggodalmak nem olyan aggodalmak. Ezek, hadd legyincsünk rá, Bagoly mondja verémnek.
ami ennél ebben a választásban a retorikában szemet szúró, az, hogy olyan ügyeket fújnak föl, amelyek alkalmasak arra, hogy hirtelen fölkapjuk a fejünket, aztán ha belegondolunk, akkor rájövünk, hogy ezek mesterséges ügyek. Ezek jelentős mértékben felfújt ügyek, illetve olyasmiket fújtak föl, amelyeket hát normál körülmények között másképpen oldottunk volna meg. Mert hát valamivel fel kell kelteni a választópolgároknak a figyelmét. Sajnos én nem látom azt, hogy valamelyik politikai alakulat a 21. század második évtizedének vége felé közeledve megfelelő korszerű programmal lépett volna föl. Mind a régi dolgokat igyekszünk foltozni, és sajnos okkal, mert nagyon sok a lemaradás. De kellenének új célkitűzések, közösségi, regionális célkitűzések, amelyekkel egyelőre úgy látom, hogy csak magamban vagyok. Én kívánom, de nem igen hallom azoktól, akik javasolhatnák. Maradjunk egy picit a felfüggesztett börtönbüntetésre ítélt pártelnök kijelentésén. Ugye, ami szerintem mindenkinek az aggodalma kell, hogy legyen, hogy elképzelhető-e 2016 Romániájában az, hogy ilyen rendszer szintű választási csalás megtörténhessen, vagy itt minden elképzelhető Romániában? Persze, hogy az egész világon elképzelhető. És mindenhol van csalás. Tehát tartanunk kellett. Mindenhol van csalás, attól függ, hogy mi mennyi, mekkora mértékű. Hát ő tudja, mert azért ismeri az eszközöket, őt pont ezért mondták felelősségre, hogy hogyan lehet csalni, mondjuk ő durván csalt akkor. Előfordulhat. És lesznek erre kísérletek biztos, tehát ez főleg itt eléggé ködös a külföldi szavazók helyzete. Mostanában mélyen hallgatnak, hogy hogyan is állunk, kiküldték-e azokat a szavazólapokat. Hát én ott maradtam el, hogy van egy interaktív térkép, amin megnézhetik a választópolgárok, külföldi választópolgárok azt, hogy ők hol vagy. Az ő településükhöz legközelebb hol van, bocsánat, hol szavazhatnak? Ezelőtt még volt egy stáció, ami arról szólt, hogy aki regisztrált, hogy levélben akar szavazni, az megkapja a leveleket. Na most a választás irodán, ez még sokkal tazabb, hogy az országos választást felügyelő általános választási hatóság vezetőjét csukták le, de például erről semmi információ, tehát nem jött ki olyan tájékoztatás, hogy hány ezer ilyen levelet küldtek ki, hova küldték ki. Tehát ezek, amik kötelező nyilvános adatok lennének. Hol hoztak, ez amiről beszélsz, hogy elmehetek szavazni valahol, ez egy másik, mert itt is úgy emlékszem, hogy névjegyzékbe kellett vetetnem magam, hogy ott akarok szavazni, vagy hol fogok szavazni. Tehát egy kicsit bonyolultabb ez az egész dolog. Erről a nyári aggodalom után, amikor pont itt beszéltünk arról, hogy milyen kevesen regisztráltak, csend van. Nincs információ. Nincs információ a választási hatóság részéről, hogy hogyan is állunk a szervezése két héttel a választások előtt. Tehát ez jogos aggodalom arra, hogy készülhet csalás. Készülhet csalás. Ha már az aggodalmoknál tartunk, akkor mi magyarok van miért aggódjunk a választások kapcsán csalást leszámítva? Mert az előző gondolathoz annyit tennék hozzá, hogy például nem tudjuk, hogy a Magyarországon vagy itt a környező országokban áttelepült romániai magyarok közül hányan regisztráltak, hogy egyáltalán az ő szavazatukra lehet-e számítani. Valaki megszólította-e őket egyáltalán a programjával? Tehát itt azért van néhány gondolat, de hagyom, hogy... Tehát van miért aggódnunk nekünk, erdélyi magyaroknak? Aggódnunk legfőképpen amiatt van, hogy elmegyünk-e elegendően szavazni. Tehát megmozdul-e minden ember, akinek érdeke lenne egyébként, hogy szavazzon? Én elmegy szavazni, azt hallottuk. Én elmegyek szavazni. Engem az érdekel, hogy az a külföldi, aki levélben szavaz, milyen listára szavaz? Kire? A bukaresti listára? Ha teszem azt fel, 16 marosvásárhelyi lakik mondjuk Alsó Nyéklátházán, és a legközelebbi szavazati hely az Budapest Tököli út Román Követség, akkor ők kérhetik azt, hogy ők a marosvásárhelyi
listára szavazzanak, az RMDS Marosvásárhelyi listájára szavazzanak? Ugyanis ez megint egy olyan kérdés, hogy jó, levélbe szavazok, de hát azért az az ember, aki kimegy, az valamelyik honi közösséghez tartozik. Tehát ezt nem látom világosan, hogy hogy történik meg. Kire, mire fognak szavazni ezek az emberek? Második kérdés. Mennyire érdekli a külföldön élő román állampolgárt az, ami Romániában van, amikor egyszer kilépett innen, háta mögött hagyta Romániát, nincs szándéka. Hát az államfőválasztásokkor nagyon érdekelte. Igen, de nincs, hogy mondjam, túlságosan, ezek képviselők, ki tudja, kik ők, mik ők, ezek az embereknek egy része nem is akar visszatérni ide Romániába. Én most Spanyolországban voltam, döbbenten láttam, hogy a repülőgépen és a repülőtéren azok a románok, akik hazatérnek, azokról csak akkor derült ki, hogy románok, amikor a vámtisztviselővel vagy a viszével beszéltek románul. Különben egymás között is van a spanyolul hablatyoltak. Itt Gáspár Sándor úr célzott arra, hogy amiatt van, vagy amiatt kell aggódnunk, hogy elmegyünk-e elegen szavazni. Most elméletileg minden feltétel adott, hogy elegen elmenjünk szavazni, hisz RMDSZ és Magyar Polgári Párt szövetségével megszületett egy közös lista. Erdélyi Magyar Néppárt nem indul a választásokon. Jó, igen, ez így van. Elméletileg adottak. Hát a hangulat az előbb arról volt, hogy érdektelenség van, csend van, senki sem motoszkál, hogy jaj, most két hét múlva szavazni fogunk. Valóban úgy néz ki, hogy... És a politikából kiábrándultak az emberek. Hát akkor szkeptikusak lehetünk az 5%-ot illetően? Bejut az RMDSZ, erről szó sincs, csak az az érdekes, hogy ma már egyetlen komoly román politikai erő sem szeretné, hogyha az RMDSZ-szel közösen alakítana a kormányt. Tehát arról az ábrándról, ami korábban még valóság volt, le kell tenni. Nem fogunk bejutni a kormányba ezúttal sem, ez alatt a 4 év alatt, vagy 3 év alatt. No, elnézést, én ebben neked ellentmondok. Én véleményem szerint igenis az RMDSZ, amennyiben bejut a parlamentbe, akkor hamarosan kormánypártá is válhat. Csak ezt nem verik nagy dobra, vagyis ez nem választási ígéret, mert jelen pillanatban azért a romániai, román közéletben a nacionalista hangulatot lovagolják, tekintettel arra, hogy a Nagy Románia párt például ugye az kiesett a ringből, ellenben a szavazói valahol csak léteznek, hát akkor igyekeznek őket maguk felé édesgetni, és őket valószínűleg nem igen lehet pozitívan mozgósítani a magyar barátság jelszavával. Úgyhogy a magyar ellenesség nyilvánvalóan csökkenhet a választások után, és igenis az RMDSZ azért elég jó szakértőket mozgósította a kormányba, az a kormányapparátusba, tehát ebből a szempontból minden józanul gondolkodó vezető tisztviselőnek ott van az az információ, hogy ezekre az emberekre azért adott esetben érdemes számítani. Tehát ezt én lehetőségnek tekintem. De nem most, amikor az igazán fontos politikai ígéretek elhangzanak, nem most, amikor a legfontosabb egyezségeket meg lehet kötni, amelyek aztán később nagyon komoly eredményeket hozhatnának. Sajnos ebből a szempontból neked van igazad, a választást megnyerő nagy pártok nem akarnak az RMDSZ-szel kormányozni, legfeljebb rákényszerülnek. De az egy egészen más hangulat. De ettől függetlenül én igenis bízom benne, hogy az RMDSZ néhány hónap múlva néhány RMDSZ-es politikus a kormánytagja lesz. Zsiga, te kinek mondasz ellent? Spilman úrnak vagy Gáspár Sándor úrnak? Nem mondok ellent egyiknek se. Egyébként valóban bármennyire furcsa, és itt a magyar szavazóknak mondanám el, választóknak, hogy nagyon sokan úgy vélekednek, hogy nem jó, hogy RMDSZ kormányon legyen, de igenis jó, ez bizonyítja a műsor elején. Beszéltünk a katolikus iskola ügyéről, meg egyébről, tehát nagyon fontos, hogy ott legyenek a tűz mellett, és tudják, hogy mi rotyog abban a fazékban. Én arra számítok,
ha igazak a felmérési adatok, hogy valószínűleg a szocdemekkel fog kormányozni együtt. De ne felejtsük el, néhány hónappal ezelőtt a liberálisok sem zárták ki azt az esélyt, hogy az RMDSZ-el paktumot kössenek választások után, bár néhány évvel ezelőtt ők voltak a legvehemensebb ellenzői vagy ellenségei. A legtöbb 90 vagy 180 fokos fordulatot a liberális bizonyított az utóbbi 26 évben. Így van. A választásokig, december 11-éig még ennél az asztalnál beszélni fogunk a kampányról, beszélni fogunk a lehetséges kormány összetételekről. Én köszönöm önöknek, hogy ma este itt voltak velünk, nézőknek pedig köszönöm a figyelmet. Várom önöket jövő szerdán is, este 8 órától itt az Erdélyi Magyar Televízióban. Viszontlátásra!